Kegyelmes vendégeink. Sok-sok szeretettel köszöntjük Önöket, a Nyíregyházi Nyugdíjas Klub és a magam nevében. Mielőtt műsorunkat elkezdenénk, Tuza Gábor polgármester úr szeretne Önökhöz egy pár szót szólni. Fogadják szeretettel! Köszönöm szépen a szót, gondolom, mondtam sem minden szót, hiszen én nem mondtam semmit. Feléptem ide a függöny mögé, és tisztára meglepődtem, én nem gondoltam, hogy vannak bent annyian és olyan csinosak. Majd nem akartam ezt elárulni, de majd meglátják. Csoda látvány. Szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy innen fönnről meg még többenek többen látszanak, és nagyon sokan vannak. Köszönöm szépen az önkormányzat nevében. Nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy ennyien eljöttek. Anno, annak idején én még a régi NDK-ba dolgoztam, és november 11-én 11 óra 11 perckor ott elkezdődött az úgynevezett fasing, és a farsang. És a farsang február végéig tartott. És minden hét, péntek, szombat, vasárnapot buli volt. És számomra mindig olyan, tehát először furcsa volt, utána pedig megszokott, de mégis érdekes dolog, hogy egész kisgyerekektől kezdve 80 éves idős emberekig nagyon jól érezték magukat. Igaz, hogy ott az volt a feltétel, hogy csak akkor mehetett be valaki, ha valamilyen jelmezt fölvett magának, tehát az ajtón úgy engedték be, ha jelmezbe jött. Szerintem lehet, hogy itt is be kellene vezetni. És egyébként ez nagyon felemelő érzés, hogy nyugdíjasok ilyen értelmes, jókedvű, szép dolgot csinálnak. És szeretnék egy viccet elmondani ezzel kapcsolatban, nem megsértődve, nem megsértve senkit, vagy csak kimondom lassan. Egy nyugdíjas klubban versenyt rendeznek, hogy ki tud több csigát gyűjteni. Van biztos, aki már ezt ismeri. Megy a 60 éves Mari néni, visz 10 csigát. Hát mondják, hogy ez igen, ez megfelelő. Megy a 70 éves, visz 8 csigát. 80 éves, 5 csigát. 90 éves papa oda megy, nincs nála csiga. Papa, hát hol a csiga? Hát tudod, fiam, azt mondja, lehajoltam, a csigák meg hús, minden szar. Na most ez visznek is jó, de tulajdonképpen, ha tovább gondoljuk, ez egy nagyon tanulságos dolog lehet. Hiszen nem az a lényeg, hogy 90 évesen hány csigát gyűjtöttek, hanem az, hogy 90 évesen is elmennek arra a csigagyűjtő versenyre, összejönnek a nyugdíjasok, összejönnek az idősek, és jól érzik magukat, jól szórakoznak. Én ezt kívánom ma este is Önöknek, érezzék jól magukat, szórakozzanak jól, és nagyon-nagyon hosszú ideig járjanak el arra a csigagyűjtő versenyre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Beköszöntő szavait, és akkor ismételten szeretném Önöket őszinte tisztelettel és szeretettel köszönteni a Nyíregyházi Nyugdíjas Klub és a magam nevében. Imádom, 13. alkalommal megrendezésre kerülő farsangi teadéjótálónkon. A Nyíregyházi Nyugdíjas Klub tagjainak megbízásából és a magam nevében külön szeretettel üdvözlöm a körünkben megjelent alábbi kedves vendégeinket, támogatóinkat. Tuza Gábor polgármester urat, az önkormányzat tagjait, dolgozóit. Lakatos István nyugdíjas polgármester, díszpolgárainkat, Vámosi László urat, Andornaktája polgármesterét, Bújdosó Sándornét és Marmol György urat, a Nyugdíjasok Megyei Szövetségének vezetőit, a vállalkozó támogatóinkat, és nem utolsó sorban Tuza Tibor. Mi örülünk annak is, hogy velünk ismételten együtt ünnepelnek, és majd mulatnak sokan olyanok, akiket most itt első alkalommal van szerencsék vendégül látni. Fontosnak tartom, hogy szóljak a mai rendezvényünkről, és a rendezvényünk teljesen önálló részéről. És kihangsúlyozom, mert ezen rendezvény ad lehetőséget nekünk arra,
hogy a már ismert programjaink mellett az aktuális évfordulókra és eseményekre emlékezzünk ünnepélyes formában. Ezért, mielőtt vidám farsangi műsorunkat elkezdjük, első blokkunkban az első, második világháború évfordulója kapcsán tiszteletünket leróva emlékezünk mindazokra, akik részesei, elszenvedői és áldozatai voltak ezen fájdalmas történéseknek. Nyugdíjas tagjaink és családtagjaink. Borics Béláné, Doktorcsik Tiborné, Majoros Vilmosné, és nem utolsó sorban Péter Béláné, erekjeként a szívükben, a lelkükben, de távoli lapokon is eljuttatott, hazaküldött hozzátartozói üzeneteit a mai napig őrzik. Reméljük, az idővel sem múló fájdalmat talán enyhíti a mostani visszaemlékezés is. Én hiszem, hogy új erővel tölti fel családjaikat és mindenkit, mert amíg emlékezünk, jelen vagyunk. Remélünk és bízunk. És hiszük, nem ismétlődik meg soha többé a szörnyű háború. Higgyék el nekem, nagyon fontos, hogy mire emlékezünk, és miről beszélnek az emberek. Hiszen ezáltal mindenki sok hasznos információt megszerez. És nem természetes ám, sokszor a magától érthető, mert az élet sokféleképpen élhető. Nekünk mindannyiunknak az utánunk jövő nemzedékkel kötelességünk megismertetni az őseink hiteles életét. És mert a végső döntés az önöké, az enyém, a miénk, a lélek üdvéért máshoz hiába is mész. Ezért sem kell az embernek mindent a szívére venni, ám nagyon sokat kell a kezét mindenkinek a szívére tenni. És akkor érzi majd magát igazán jól az ember, ha ott mélyen legbelül a nyugalom, a békesség egyesül. Én kívánom, hogy ne csak farsangot, hanem minden nap az életnek örüljünk, azt ünnepeljük, és ha a mai napra készült műsorunkkal hozzá tudunk járulni a teljes kikapcsolódásukhoz, higgyék el, akkor önök is megajándékoznak bennünket ugyanolyan boldogsággal. És mielőtt ünnepi megemlékezésünkkel műsorunkat elkezdenénk, tennék egy szívlőjövő vallomást. Ides tovább 5 éve annak a nyugdíjasaink váratlan. Mindent önállóan, igencsak nagy igyekezettel tesznek azért, hogy egyet tehermentesítsenek. Előállt az a helyzet, amely ritkán szokott. A közösségi munkában társként segítenek nekem. Ez olyan elismerés számomra, ami ritkán éri az ember. És nem csak segítenek, hanem ahol megfordulnak, dolgoznak, versenyeznek, művelődnek és sportolnak, mások által irigyése utatadó örömet szereznek. Remélem mindenkinek. Én biztos vagyok abban. Ők mindannyian személyre szólóan érzik és tudják, kinek-kinek milyen szerepleosztással a most kinyilvánított köszönetemből venni jár. A tiszteletemen felül a szeretetem is. Kérem önöket, szíveskedjenek egy biztató tapssal megelőlegezni előfeszítésüket, készülődésüket, és nem csak magukért, hanem a település közösségéért végzett munkájukat. Húzd el, légy szíves a függönyt! Pedig szeretettel nyújtjuk át a műsorunkat, elsőként következik visszaemlékezésünk. Thank you.
sima, lassan ki az állomásról. De sok édesanyja sírva riva néz utána. Ne sírj, édesanyám, visszajövök nem sokára. Hogyha meg nem halok, Lakatos István őrvezető kassa.
barátommal. Hogy fejezzük be. Harmadszor tábor jöttek, amikor Oroszországból jöttek. Tábor tüzek fénye világít az éjbe. Valóban zöld színű tábor jöttek. Megremeg a karom, ha írom a lapot. Kedves feleségem, írjálna meg a mi újság van otthon? Vársz-e engem, Viszla? Szerelmes könnyemet, ez a levél, Viszla. Most egy gránát rontam, majdnem ide vágott. Érzi a lelked, beszélj benne a bátor. Hát a kisgyermekem, megnőtte már szépen. Tud-e már beszélni, írd meg egy levélben. Tudja-e mondani, drága jó apukám, ugye a harctéren vigyázol most én rám. Tedd össze kis kezét, ha eljön az este. Taníts imádkozni, és honszeretetre. Csókold meg helyettem, ha eljön az álma. Ő a mi szerelmünk, nyíló szép vidága. Kedves feleségem, riadóban éppen, hogy ezután mi lesz, azt nem tudom én sem. Csókollak tégedet, gyermekem is száztól. Tábori levelem, ezzel én bezárom. Akkor most következik az a nóta, amit Balival szerettünk volna befejezésként itt a világháború dolog között előadni. 1916. novemberében már népszerűsítették a dal, Pápai Molnár Kálmán daláról szerzeményéről van szó, aki a Szél viszi a messze a fellegeket című közismert nótát is szerezte, egy nagyon ismert nóta szerző volt. Nem látok én téged, soha, soha sem. Pápai Molnár Kálmán maga is harcolt a világháborúban, súlyos sebesülés szenvedett, leszerelték, majd utána a nóta szerzéssel foglalkozott élete végéig. Szóljon most ez a közismert szerzemény Novák Kali és az én tárogatomból, még azt hozzá kell tegyem, hogy az ő klarinétja a Dobendúi harctér környékéről származik, az első világháborúból. Az én tárogatom nem onnan származik, de már megvolt. Az első világháborúban halt meg ennek a gazdája.
egy picit nyugodtan mozoghatnak, fogyasszanak. Helyezzék magukat kényelembe, most kezdjük igazán meg a harsangi műsorunkat. És ugye harsang nyitótánc nélkül nincs. Következik a palotás, Lakatosné, Jacsorné, Boricsné, Bossóné, Zvarályi, Auxné, Gálné, Bospóné, Inkecsné, Boricsica és Ferenc Józsi előadásában. Fogadják szeretettel! Szeretettel.
közel 70 éve egyedül volt nálunk. Feltár végéig még haza sem állt meg. Ennekkor hirtelen hullott egy arcba. Mondtam is, bátyám, menjünk már szánkózni. Menjünk, de hát mivel? Nincs szánkom, semmilyen. Deszkát fűrészeltünk, szegeztünk serényen. Köpér is került rá, odához igány. Gyorsan elkészült az, siettünk próbálni. Úr fölött ott volt a veredek domboldal, bátyának jó mája, be is sikadtam majd. Apró mája mér is, kértem és ráültem, úgy elindult velem, hogy szinte repültem. Hallottam bátyám szavát, egyik lábat tett le, számú volt mindkettő, onnan hogy nyújtsam le. Ám is a titeret hirtelen lelőttem, majd durrant a fejem, s a szárról ledőltem. Hólom súlyú állom vetette rá magát. Egyszer csak hallottam édesanyám szavát. Kisfiam, jól vagy-e? Lett-e bármi bajom? Éreztem, kárulok, a fejem nagyon sajog. Sapkámat próbáltam fejemre feltenni, de homlokom jelezte, hogy kicsi. Anyukám ölelve ágyamig vezetett, cseppet se bántam, hogy le is fektetett. Valami jót kaptam, hogy ilyen ne fájjon, és rossz szándékommal nehogy rám találjon. Teljesen egy napig maradtam az ágyon, herőce illatot ültetve a álmom. Anyukám sütötte, gyógyítónak talán, vagy ment a farsanghoz, az miért igazán. Csapatunk ki legtérjébb láncszemet fog következni. Ilyen még nem fordult elő soha, saját magamat fogom most bejelenteni. A jelenetben társam, Dandován és Erő bácsi. Hát azért lettünk ennyire bizonytalanok, mert elég sok problémánk volt az elmúlt időben, de megoldott, vagy legalábbis reméljük, hogy megoldottak a problémák. Úgyhogy nézzék el nekünk, ha nem egészen fog sikerülni a jelenetünk, de tegnap próbáltuk először. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy próbálkozást vegyél. Én Svájcon
Toronto, meg Windsor érintésével a nagybahatyalmékhoz mentem, meg a nagyménémhez Amerikában. Nagyon-nagyon érdekes lehetett neked is. Merre jártál Sanyikám Kanadához? Leginkább a nagymamában az a kunyhója volt, meg a hárdúrban a Niagara vízen. Na látod, oda nekem nem sikerült elmennem, mert a Buffalo-i 3 méteres hóel vitt az utazásomat, de majd legközelebb. Ami késik, az nem múlik. Biztos. És mit láttál még te? Milyen volt a vízesés? Gyönyörű, ugye? És már szintén nem félti a repülőúttól tetszett? Hát... De mikor süllyedt a repülő, a tenyerem izzadték. Hát nekem ilyen kalandom nem volt, de elárulom így neked négyszer közt, hogy amikor először mentem, Moszkvába még a végrendeletemet is megnyertem. Úgy féltem, de azóta annyira megszerettem, hogy a lehetőségem adódik, még nagyon sokat szeretnék világra menni. Hát New Yorkból tudod, én sok mindent láttam, mert 3 hónap nem kevés idő. A turistáknak végül is ezeket a képeket mutogatják, úgyhogy nekem a Central Parktól kezdve, a Times Square-ig mindent volt módonban megnézni meg. Éjszaka is, nappal is, voltam a Broadway színházban is, a Mamma Mia közben. Bizonyám. Hát nem voltam. Nem voltam, hogy ezt én már láttam a filmet többször is, tudom. Úgyhogy ez nagyon szép emlék lesz neked. Most, hogy megfordítottam a képes lapot, látom, hogy itt olyan nagynak ábrázolják a szabadságszobot, azt az épületekhez képest olyan, mint egy borsószob. Olyan kicsi. De az... Pedig a tetején jártam. Hát jártálok, de én oda nem mentem föl, de indul elég gyakran körbe rajta hajó is, úgyhogy azzal is meg lehet nézni. Úgyhogy az már nem nekem való volt. Na de Sanyikám, azt mondja, hogy milyen volt, amikor te elmentél az Ontáriótól? Igen. Ugyanúgy, mint a siroki nyugdíjas tagjai, aki világjáró nyugdíjasok. És mivel, hát én szeretnék maradni a kaptafánál, írtam Kabos László után szabadon egy dalt, amelyet most megpróbálok elénekelni mindenkinek, de főleg Sanyókának, mert betegen is vállalkozott ezen felépésre. Hallgatom. Balázs, csapjál bele! Vagyok, a szürke kis
Thank you.
kérjük szépen neki egy tapsot. Elküldött ide a szalomba, azt mondta, hogy nem lenne a lábadat, hogy most is voltál. Nem tudom, hogy azért vagyok itt. És mivel vidám téma következik, nyugodtan lehet nevetni. Kacarki azt mondja, hogy amit most látni fognak, az nem mindennapi. És reméljük, nem is egyszeri alkalomra szóló játék. Szívük, lelkük, sokszínűségük, őstehetségük elvitathatatlan. Következik Bori Rozi, a két bujátéért. Az a lényeg,
hogy én nekem nem kell dicsőmondani. De okos asszom van te. Ne tegyük valami, mert hát, ha érdeklődünk is, valami közösség összemétlet, nem állunk. Az a hat összemétlet lényeg. Lényeg, törjed ma! Legyek itt! Na, pedig mi a csodát ma? Hát, csak újság. Hát olvasni való még Isten csoda. Csiroki kis bíró, híreér, nők lapja, minden. Hát mi miért? Tám paradicsom farót készít. Ez? Várjál, majd mindjárt kitanálom. Nordik. Nordik, a ti? Jaj, nehogy Nordi a ti, az valami étrend vagy olyasfajta. Nordik walking. Magyarul sétáló. Hát akkor miért nem úgy mondja? Mert az EU-ba vagyunk. Sok idegen szól, ki se tanálunk. Hát... Tudod ma, világ járta ma az emberek, a magyarok is mennek a világ minden tájára. Ide is jönnek, mindenhonnan. Azt se tudjuk, hogy milyen nyelven beszél. Nem is tudjuk, hogy nem értük el. Jaj, de ma én annyit tudok, hogy good morning. No, egyet én is tudok, hogy goodbye. No, az egyik pár a tiéd. Hát, tudod, ami parádfürdőn van, az az egészség, fejlesztési csoport, vagy hivatal, nem is tudom. Amba az, ez az egészség, fejlesztési hivatal. No, ebben benne van, hogy a község, melyik községben, mikor van egészségügyi tanácsadás, gyógytorna, nordikókunk. Úgyhogy ez magyarul. Hát tudod, hogy a tévé is mindig mondja, hogy egészségesen táplálkozni, sokat tornázni, mozogni, táncolni. Hát, csak a lábára vigyázz. Hát, én táncolni szeretnék a legjobban, csak nagyon hamar elszállni. Hát tudod, én a gyógytornára is járni. Aztán azóta, hogy jár, ez a meret lába egy kicsit jobban mozog. Úgyhogy a csípőnköt is megmozgat, a derekünk, karom, aztán, mire a nyugdíjasoknak a pásztányoknak fújja lesz, már tisztet is álljon. Aztán mennyibe kerül? Hát ingyen van. Nem kell érte fizetni. Jön a nagy gyógytorna, azt megyünk a farkba, sétan. Neked is megakulsz. Bármint, keresnek. Álló, Rozi vagyok, Gyerbusz. Jó, van, mint is menünk, gyertek be, szóljatok be! Szia! Na, ide figyelj! Jönnek a sétálók, sietünk, hogy megkezdünk, de már mindjárt itt lesznek! Itt megkezdünk! Hát, találtam, hogy itt te!
Sokszor van úgy, hogy nem
az történik, amit szeretnénk, hanem pont az ellenkezője. Ilyen jelenet következik most, címe szakítás, előadja Jancsó Gáspár, Bódi József és Ferenci József. Zala István lesz a harmadik szereplő. Már negyed óra messziről, ez már az ötödik óra. Nem lesz ez egy kicsit? Még mindig kevés. Kivel van randéban? A legszörnyűbb hóhér munkavarral szakítanom. Magam sem tudom, hogyan bonyolultam ennyire velük. De olyan ez, mint az ivásért, az ember egyszer elkezdi, nem tudja abbani. De nem szeretne veszteni őt, és most megmondom neki. Mert örülni, egy ilyen érzékkal, finom teremtéssel, ilyen brutálisan akarsz szakítani? Egy rendes férfi, minden körülmények között, finom és udvari, gyengű. Tehát alapítsa fel egy családot. És mit mond majd az unokám? Ha megkérdezik, nagyapa, hogyan vetted el a nagymamát? Mondjam azt, hogy udvarias férfi voltam. Figyelj, úgy kell viselkedned, hogy a nő maga akarjon szakítani. Hogy öröm legyen számára, amikor faképni. De hogyan? Hát mondd azt, hogy nyomorú, sikkasztó, őrült, tolvaj, alkoholista vagy. Valami baj van? Vigyázzon rá, Péter. Már megint az ötödik pohárnál tart. Vigyázzon erre a szerencsétlenre. Itt hagylak benneteket. Beszéljétek meg a valami baj van? Baj, Istenem! Talán túlságosan megvárakoztattam? Régóta vár? Hát lehet, hogy 5 perce, de lehet, hogy itt hete ülök már. Nem értem magát, Gábor. Tudja, Piri édes, az időérzékében is baj van. Meg rossz hatásaim vannak. Ezeket próbálom italba folytani. Gábor, maga iszik? Mert vigyáztam. Csak módjával iszogatom, nehogy teljesen elveszítsem az eszméletet. Hogyha 4 kéz láb is, de haza találjam. Mindjártalan volna lakásom. Gábor, nincs lakása. Mit gondol, miért nem kértem eddig, hogy jöjjön fel hozzá? Ugyebár, ha alacsony is a lakbér, de jó néhány liter volt, kitelik az ára. Már hónapok óta járunk együtt, de még soha nem beszélt ezekről a szörnyűségekről. Hát itt a valami segít a maga társasága. Hát iszom, őszinte vagyok és megfeledkezem a rossz szívemről. Magának beteg a szíve? Még hogy beteg, szinte nincs is szívem. Még a kórnákra is megvan. Ilyen kórnára vagyok. Édes Istenem, nézd a gyerekeivel, ha meghalok. Gábor, maga már nős volt. Ó, de ifjúkori Zsék Krista romantikus lángolás egy emléke. Hány gyereket van? 5. Tudja, nagyon nem a gyerek áldás, de némi anyagi megterhéléssel jár. Igaz, nem figyel minden pénzem a tartalmára. Nekem is van a körülbelül 30.000 forintom, de én ilyen tavaros kis asszonytam be tudja osztani. Ha ugyan hozzá akarja kötni az életét, édes Pirikét, egy ilyen alkoholista, egy ilyen beteg alkoholista férőr, sok gyerek csinál. Gábor, megvallom őszintén, azzal a szándékkal jöttem most, hogy szakítok magával. De
de most látom csak, hogy milyen nagy szüksége van. Soha nem hagyom el magát. Mások apa nem választott el bennünket, én nyílés szeretnék. Most pedig Petőfi díjas szavalónk következik, gondolom mindannyian ismerik és tudják, kiről van szó. Péter Béláné, és hogy hű legyen önmagához, Petőfi verset fog önöknek előadni, és én azt gondolom, hogy egy áhítattal fogják önök hallgatni. Itt a Petőfi Sándor. Hova lett a tárka szivárvány az égről? Hova lett a tarka virág a mezőkről? Hol van a patakzaj? Hol van a madárdal? Minden éke kincse a tavasznak, nyárnak. Gordussá lett a föld, kirabolta a tél. Olyan a föld, mint egy vénkordus valóban. Vállaim beír, de foltos takaróban. Itt-ott rongyos is még, kilátszik alól a mezítelen teste. Mit tehet az ember, most ott kint ilyen tájban? Most csak éppen szép az élet a szobában. Áldja Istenét, kit Istene megáldott, adván neki meleg hajlékot, családot. Milyen kincs most a jó meleg szoba? Most minden kis kunyó egy tündérpalota. Ha van rakni fának andallóra. Legkivált az estét ilyenkor mi szépek. El se vinnétek tán, ha nem ismernétek. A házigazda bentül a nagyasztal mellett, bizalmas beszéddel, szomszéddal, komával. A szájukban pipa, előttük palackál, megtöltve a pince legrégibb borával. Kínálgatja őket a jó háziasszon, de félj, hogy tisztéből valamit mulasszon. Nem is foghatják rá, hogy ösvény vagy lusta. Ott sűrök, ott forog, s mondja minduntalan. Tessék szomszéd uram, tessék komám uram. Azok megköszönik, egyet hörpentenek, a két kipályok újra rátöltenek. És ami már régen történt, nagyon régen, összeszedegetik, sorba elregélik. Akitől nincs messze az élet határa, nem előre szeret nézni, hanem hátra. A kisasztal mellett fiatal pár, egy ifjús, egy lánka. Fiatal pár nem is a múlt időt hányja. Mit is törődnének a múlttal? Az élet előttük vagyon még, nem a hátuk megett. Csendben mosolyognak, kevés hangot adnak. Tudja a jó Isten, mégis jól mulatnak. Amut hátul pedig a kemence körül, az apró cseprőnék zúgva zsigomba ül. Kártyából tornyokat épít rongol, őszi pillangói a boldog jelennek. Tegnap ott felejtett, holnapra nem gondol. Lám, mennyi minden félel egy kis helyen. Itt van a szobában múlt, jövő és jelen. Esik a hó, mégis fekete az utca. Nagy vastag sötétség egész szemben úszta. Járunk elő ember, nem is igen akad. Egy-egy látogató megy csak hazafelé, lámpája megvillan az ablakok alatt. Eltűnik a lámpa, a bent lévők pedig buzgón mondogatják, vajon ki ment el itt? Következik a cigánysor. Egy régi, évelgetett álmunkat, cigánysor jelentőket magunk állítottak össze. Szépen formálódott alakult a két hónapos előkészület alatt. Én úgy láttam, mindenki szívét lelkét hozzá két öltözékét, hozzáigazította a műsorhoz. És ezen túlmenően is azt gondolom, hogy talán most először a színpadon mindenki önmagát fogja tudni adni. Jó
Cigán vagyok, árok atyád születtel. Egy csillag sem ragyogott én felettel. Cigán vagyok, sátor az én palotám. S egy könnyes szemű cigányra szól az anyám. Esik eső, nem sokára hull a hó. Az lesz egykor síromon a takaró. A síromra ne boruljon senki sem, hisz oda ment már, nem fog fájni senki sem. A síromra ne maruljon senki sem, hisz oda lent már nem fog fájni senki sem. Amen.
a bajom. Anyósom, nyugodtan lehetsz. A munkát bizonyosan lesz rajta, Erdő szélén esküszik a cigány bajda lányom. Táncra perdül, mi gondolod, az egyik cigány hat. Csak egyelül a rejtett könnyét senki más, csak édesanyja látja. Vigasztalja, felejtsd el azt, felejtsd el a régét. Mi édesanyám, de a szívem oly meg hasad érte, majd hasad én érdem. Íz én azt a rongyos nem szánnám, ez rangosabb, ez ütvigyebb, vigyeg a dolmányán. Azt a régit meg se látnám, hisz semmilyen sincs régi. Édesanyja neki az kell, az a rongyos rég, az a rongyos rég. Ja, majd a jósnő megmondja, hogy neked az igazat, az tiszt. Csak az egy mondta még, hogy gyere, vegy a szerencsét. Csak az egy mondta még, hogy gyere, vegy a szerencsét.
pedig szépen nem szaralkoztak senkivel. Mielőtt én oda elmennék erre a hosszú útra, ott gondoltam, hogy éneket nekik ezt szép, szépe szoronlóta. A kedvencet, Noizika, majd szépen fújja a szívedbe. Róla. Nem úgy súlyan, fiam, ott van, kéz, a pendjék lelőt.
szép. Halálnak az is lángom szép húlya, de hamúval megítatom, kocsiba befogatom. Úgy is tudja, becsalunk a csárdával. De rikorikó, részeges tudom, megint utalsz a vázás. De rikorikó, csárdába csikor, együtt látjuk a vázás. De rikorikó, részeges tudom, megint utalsz a vázás. Egyszer még hordunk muzsikát,
szívemből úgy igazán. Szeretném el muzsikálni, hogy él még a vén cigány. Öreg cigány, az ősz cigány. És a vén ember eltitek csendben, óna alatt a kopott hegedű. Alig virálni a lábaim jár, de szívében mégis ott él a erő. A városba érve, fáradtan térve, egy csillogó fényes teremajta jár. Vére fellobban, a szíve megdobban, s középre titeg a robbant cigány. Nagyságos uraim, kérem, nem tudom, ismernek még. Könyörgöm én, sokat húztam, valaha réges rég. Egyszer még ad muzsikálja, szívemből úgy igazán. Szeretném el muzsikálni, hogy él még a vén cigány. Öreg cigány, az ős cigány. Csendett egy percig, s így szól az egyik. Jó uraim, mondatunk ugye? Nyisson a ajtót, ezt a vén rajtót. Látni szeretném, hogy repülni tudek. Ugrik a pincér, pénz kap a pincér, kün van az ember, és a hatás. Jó öreg párja már halva találja, s beszól az anya, jó mulatást. Nem muzsikál sohasem már, csendes lett a vén cigány. Erdőben alussza álmát, hallom a fán. Öreg vén anyóka sírját, virággal díszíti már. S galambbal sírva dalolja, hogy élt egyszer egy cigány. Öreg Jósikám, ez olyan jó, hogy ne egy egyszer így
belőle, hanem kettőt, három. De mit mondott Laci bácsi? Annak azt mondta, édes fiam, kétszer hármat. Ez a másik, egy-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 egy
Sok szeretettel szeretném köszönteni Önöket, kedves nyugdíjas társaim, a polgármester urat, önkormányzat képviselőit, minden fiatal, és ezeket a drága színészeket itt a színpadon. Tetszenek tudni, hogy a Hírjes Nyugdíjas Klub országosan arany minősítésű színjátszó csoport. A Nyugdíjasok Heves-megyei Szövetsége minden év októberében országos színjátszó fesztivált rendez, ahová Csajága Röcsögétől kezdve Záhonyig, Szombathelyről, mindenhonnan jönnek nagyon színvonalas csoportok. És tavaly, ugye nem volt itthon a főnökasszony, és akkor kitelefonáltam, hogy drágáim, gyertek már, mert olyan jók vagytok, csodálatosak vagytok. És úgy Lakatosné Erzsike, meg Julika, ugye ketten lazán besétáltak az országos versenyre, és kérem szépen a szakzsűri, amelyben rendező színészek voltak, tehát rendező és színész diplomával rendelkezők hárman, azok majdnem elájultak a teljesítményüktől. Olyan vastapsot kaptak a közönségtől, hogy alig engedtük le őket a színpadról. Hát ezért jöttem ide föl most, hogy Önöknek elmondjam, és nagyon-nagyon sok szeretettel gratuláljak nektek. Csodálatosak vagytok, és én nagyon szépen köszönöm ezt a mai napot, azt hiszem mindannyian köszönjük nekik nagyon, mert olyan csodát varázsoltatok ide, és olyan jók voltatok, hogy hát szóval nagyon-nagyon köszönöm, és annyi csokorvirágot nem tudtam hozni, engedjétek meg, hogy... Jaj, itt vagy! De jó! Bocsánat! Szeretettel átadjam, és sok-sok ilyen szép napot kívánok mindannyiunknak, és legyen erejük, és ezt a csodát sokszor elég varázsolni. Nagyon köszönöm a munkátokat! Éljen a fiátokat! Én érintettem, hogy nyugdíjasaink mindenféle művelődési sport, kulturális rendezvényeken rendszeresen szerepelnek, és Marika ne említette, de van közöttünk megyei bajnok pingpongos is, nem magamról beszélek, hanem Bódi Jóskáról, Ahusz Juliról. Tehát tulajdonképpen, ahol tudunk, megfordulunk, és köszönjük az elismerő szavakat, és én azt gondolom, hogy még van bennünk erő, és a továbbiakban is megpróbálunk hasonlóképpen egy jó közösségi formában erőre lenni. Én mindenkinek nagyon szépen még egyszer köszönöm, hogy megjelentek, úgy érzékeltem, hogy jól érezték magukat, és a további szórakozáshoz, tánchoz, beszélgetéshez minden jót kívánok Önöknek. Érezzék jól magukat körülbelül, és jöjjenek el máskor is.